A Malomtól széli gumiszervíznél is rengeteg a munka, hiszen a legtöbben most cseréltetik le nyári gumijukat télire, mondta a tulajdonos Zelenka Zsolt. Az autóval először az emelőre kell állni, így könnyedén le tudják szedni a kerekeket. Majd a gumiszerelőgéphez viszik, hogy leszedjék a felniről a nyári gumikat és rátegyék a télit. A centírozógéppel szabályozzák azt, hogy a súlypontok megfelelőek legyenek a keréken. A gép kiírja az adatokat, illetve azt is, hogy hány grammot és hogy hova ragasszák a súlyokat, mondta Zelenka Zsolt. A gumiszervíz tulajdonosa azt is hangsúlyozta, hogy bár a téli gumit akkor javasolják, ha az átlag hőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken, érdemesebb már az ősz elején, amikor az esős időszak elkezdődik, téli gumira cserélni, hiszen sokkal jobb a tapadása a nedves úton. A nyári gumin nincs lamella és a borda távolságok is nagyobbak, illetve párhuzamosan futnak. A téli gumi esetében ez V alakú, így könnyedén kipörög belőle a hó és nem tömörödik bele. A futófelület kialakítása is merőben eltér a nyáritól, ugyanis mély barázdák, kapaszkodó blokkok és lamellák teszik lehetővé a szükséges tapadást és ezzel együtt a megbízható közlekedést, mondta Zelenka Zsolt. A szakember azt is hozzátette, fontos, hogy mindig évszaknak megfelelő gumikat használjunk, nyáron nyárit, télen pedig télit.